Mai forgatási helyszínünk nem más, mint a Kőbányai Zene Stúdió. Itt pedig Bőbőssel találkozunk. Nekem az édesapám ültetett bogarat a fülembe, Gézának, a csapat egyik másik tagjának pedig az egyik legjobb barátja. És akkor végül hosszas vacillálás után jelentkeztünk. Hát az a célunk, hogy megismerjenek minket. Hogy megismerjék a Bőbőszt, megismerjék a dalainkat, az üzeneteinket. Akkor ez Bőbősz? Igen. Na és ez a név, ez honnan jött, hogy ez mit akar? Hát ez szintén Géza ötlete volt, aki elmondása szerint, mikor először hallott engem énekelni, akkor azt mondta, hogy Arany János Szondi két apródjából a Bőbősz a Rózsák című rész jutott az eszébe, és akkor illető mi Bőbősz több eszámban fülemülék. Egyébként így nyár óta, 2013 nyara óta létezünk. Most pedig Naimival megyünk be a lépcsőkön, és nem tudom, hogy hova, úgyhogy vezess kérlek. Most lemegyünk a régi büfé helyéhez, ami ott lesz szemben. Itt vannak a zenekari termek, az iroda, az itt a stúdiónk, ez pedig a büfé. Lehet enni, inni, kávézni, oda is be lehet menni. Le lehet pihenni, ha van egy kis idő, kosogóra, bármi. Pedig van egy csocsóasztal is. Szeretsz csocsózni? Persze. Előtt egy kézzel játszok. Ha? Igen. Hát... Fenébe. Ez bement? Ez bement? Bocsánat. Bement. Jó. Ő kicsoda? Ott van. Ott láttam. Igen, ott. Ő kicsoda? Dorka. Szia. Jaj, velem ne találkozni. Tegnap volt az első próba, és igazából azt éreztem a próba után, hogy várom a szombatot. De hát persze félek, meg izgulok egy kicsit, mert ezt nem lehet sose előre tudni, hogy milyen lesz az emberek reakciója, de igazából várom. Most már több ember dalát is hallottam, nekem például Vastag Tomi dala nagyon tetszett. Főleg az a gitár kíséret az alapban, az nagyon jó. Honey Beast-eseket is nagyon szeretem, őket ismerem is. Most hol vagyunk? Most a zenekari gyakorlatteremben. Mindenki elvigyel, mert itt felejtetted, de majd mindjárt elhívunk. Heti 2-4 órát töltünk itt zenekari gyakorlaton. Na és a fiúkkal mi a szitu, ha nem túl indiszkrét a kérdés? Hát ez egy indiszkrét kérdés, úgyhogy erre nem szeretnék válaszolni. Szóval nincs. Pannonia szálló és vadászkült, ó, a disztingvált külön terem. Még egész csendes vagy? Nagyon sokat ettem, és elfáradtam, hogy bepunyadtam. Jó lenne egyet aludni.